világ minden részén a nyári a leghosszabb iskolai szünet, de hogy hány hétig is tart, az már országonként eltér. Európában a legrövidebb vakáció 5 hetes, a leghosszabbak 13 hétig is eltartanak. Talán nincs is olyan diák, aki ne számolná a napokat a vakáció kitöréséig. Az év legjobban várt időszaka azonban jelentős logisztikai, anyagi nehézségeket jelenthet a szülőknek. Hogy hány hetet kell megoldaniuk, az országonként változó. A kontinens egyik legrövidebb vakációja a svájci, ami mindössze 5 hétig tart. A tanév és a szünetek hosszáról az Európai Unió tagállamai maguk dönthetnek, így az EU-n belül változatos maradt a szabályozás. A legrövidebb nyara a már említett Svájc mellett a Németországban, Hollandiában, Dániában, Angliában vagy Walesben tanuló diákoknak van. Nekik alig valamivel több, mint 6 hét a vakáció. Kétszer ennyi ideig tart a szünidő Olaszországban, Máltán, Görögországban. Magyarországon 11 hét a vakáció, akárcsak Romániában és Finnországban. Nem csak a szünetek hosszában van változás az egyes országok szabályozásában, a vakáció kezdete és vége még országon belül is eltérő lehet. Hamburg német tartományában például már augusztus elején megkezdődik az iskola, ami eltér más német tartomány bevett szokásától. De a skandináv országokban és Hollandiában is becsöngetnek augusztus közepén. Ezzel szemben Máltán csak szeptember végén indul a tanév, de szeptember közepéig ráérnek a Görögország, Ciprus, Portugália, Spanyolország, Románia és Bajorország diákjai is. Magyarországon másfél-két havonta szakítják meg hosszabb-rövidebb szünetek a tanévet. Közülük a nyári szünet a leghosszabb, amelynek pontos kezdetét és végét a tanév rendjéről szóló rendelet szabályoz. Hazánkban kb. 1,2 millió iskoláskorú gyerek felügyeletét kell megszervezni a családoknak. A magyar vakáció nem számít extrém hosszúnak, mégis jogosan merülhet fel a kérdés, vajon nem volna-e jobb, ha rövidebb lenne a nyári és több ideig tartanának az évközi szünetek. A szülők fizetett szabadsága jóval kevesebb az iskolai szünetnél, a táborok, nyaralások pedig költségesek. Egyes vélemények szerint a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek számára pedig kifejezetten hátrányt jelent, ha 2 hónapon át akadozik a fejlesztésük. Több kutatás is felhívja a figyelmet arra, hogy a vakáció alatt nő a különbség a hátrányos helyzetű és a jobb módú diákok teljesítménye között. A nyári szünet alatt a diákok átlagosan 1 hónapnak megfelelő tananyagot felejtenek el, a hátrányos helyzetű diákok azonban akár negyed évnyi tudást is veszíthetnek. A középosztály gyerekeinek olvasási készsége nyáron is fejlődik, a hátrányos helyzetűeké viszont romlik. Azonban hitelt érdemlő kutatások szerint nem lehet kijelenteni, hogy az oktatás minősége és teljesítménye egyenes arányban állna az iskolában eltöltött idővel. Az európai országok közül Liechtensteini a legjobb eredmény matematikából a PISA mérésen, itt mindössze 6 hét a vakáció. Ugyanakkor Finnország kiemelkedő szövegértési eredményeket ér el, holott pont olyan hosszú az ottani nyári szünet, mint Magyarországon. A hosszú nyári szünet eredetileg a mezőgazdasági munkák miatt alakult ki. Manapság viszont egészen más indokolja a nyári leállást. A tanórák mennyiségénél ugyanis sokkal inkább az iskolában töltött idő eredményessége számít. Kánikulában pedig nem lehet hatékonyan tanítani, tanulni. Ha betűz a nap az osztályterembe, ha tartósan 30 fok felett van a hőmérséklet, a diákok nehezen koncentrálnak. Nem kell egyből a légkondicionálók hiányára gondolni, egész egyszerűen a nyári melegben nem lenne hatékony az oktatás. Néhány érdekes adat. Mivel a nyári hónapok eltérnek az egyenlítőtől északra és délre, ezért a vakációk is ennek megfelelően alakulnak. Ausztráliában például december 20-ától január végéig tart a vakáció. Vegyes a gyakorlat Kolumbiában, ahol a tanév általában júliusban ér véget és szeptemberben kezdődik, de az ország egyes részein novembertől februárig tart a nyári szünet a melegebb éghajlat miatt. Brazíliában december elejétől február elejéig adják ki a szünetet, bár a karnevál miatt előfordulhat, hogy valamivel később csöngessenek be. A világ legszűkebben mért nyári szünete a japánoké,
Itt mindössze egy hónapot kapnak a diákok.